estás dos minutos acá. Gyakor annyi idő beállás egyébként. Szia, üdvözöllek benneteket! Egy rövid pénteki napomat szeretném bemutatni. Általában a péntekek nem szoktak egyszerűek lenni, mindig szokott lenni valami kis érdekesség. Ezért gondoltam, hogy megpróbálom reggel az elejétől elkezdve bemutatni, hogy hogyan is működik egy péntek. 4 órakor kezdtem a tahó szerint. Most 4 óra 20. Amit az előbb láttatok, az egy szemét felvétel, de még jövök is vissza ma. Még egy fuvaré. Ezt a motyót most viszem egy égetőbe. Most oda indultam. Elméletileg 87 mérföld, durván 2 óra hossza. Tegnap vagy ott vettem fel a szemetet. Le kell menni egy olyan nagy pitbe, amiben átavízott benne, volt ott egy fotel. Majdnem elakadta. Megakadt a sárvédő, azért jöttem ki egyébként a gödörből. Mondom, megrak, akkor biztosan nem fog kijönni. Kedves leágazásom. Itt lesz egy... Tehát itt a 20-asról megyek át a 249-es útra. Ez a 249-es útra a Sittingbornba. És itt az elején van egy... Én csak ilyen gyilkos emelkedőnek hívom. Ez egy nagyon meredek emelkedő. Itt mindig figyelek, mert itt már ki kell sorolnom erre a sávra, Sheerness felé, hogy ne legyen előttem senki, mert itt ami lesz kanyar, az el tudja kerülni a körforgalmat, tehát pont elmegy mellette, tehát ilyen elkerülő sáv, és ott én szoktam lendületet venni, hogy lehetőleg nagyobb sebességgel menjek fel a dombra, ha lehet. És itt jön mindjárt körforgalom, és én itt még nem veszem el a cruise-t egyébként, mert idáig hagyom, hogy hagyj menjen még, hagyj erőkönjön, úgyis megfogja. És ez egy kisebb emelkedő, ez semmi ahhoz képest, ami mindjárt jön. Itt tereli a jósokat Dover felé. Egyébként ezt kitáblázták karácsony előtt, mikor jött az a kis fura dolog, amit csináltak ezek. Nem menjünk bele. Nem értek vele együtt hozzá, de nem. Ez egy nagyon nagy budaság volt, szerintem. És én már innentől kezdve nyomom is, mint a süket az ajtót.
Például, hogy balra lehet lenni, itt azért vannak kint a bóják, mert itt végigálltak egyébként a külföldi kamionok, itt a Lébájtól visszább nagyon sokan. Mert ugye nem tudtak lemenni már ezen az úton, nem tudtak lemenni, meg a 20-ason sem, amiről most legyenadtam, nem tudtak lemenni, Doverig. Idáig álltak vissza, pedig az még nem itt van, Dover. És itt már hiába nyomok akármit, itt már megválasztja mindenféle autót szerintem ez az emelkedő. És itt, hogyha nagyjából 20 mérföld per órával fel tudja húzni hatodikba az autó ezt a puttonyt, akkor már fasza. Akkor már nagyon jó. Itt mondjuk azért kíváncsi lennék egy V8-ra, de valami legerősebb V8-ra, hogy az hogyan cibánál fel a cuccot. Itt már mindenki megerősz, itt jön a legdurvább része. Itt már csak 29-et tudok menni fölfelé, és csak pakolgatja vissza. És itt jött el egyszer úgy, hogy hó volt, latyak. A hét elején, mert itt most látszik is egyébként szerintem, hogy az út szélén van hó. Erre volt hó, nagyon sok hétfő reggelre már itten nagyon nagy hó volt. De most egész szépen viszi föl. Egyébként 21-jel és 7-be. Ez már jó. Amikor nem bírja ilyen sebességgel fölvinni. Ennek az emelkedőnek ugye van egy másik fele, az a lejtő. Az közel 3-4 mérföld egy körforgalom, ahol elágazik az M2-re. Volt már, hogy le is gurultam odáig üresbe. Mert ez innentől kezdve akkora nagy lejtő lefelé. Hogy itt ezen az emelkedőn egyébként nem csak egy V8 lennék kíváncsi, hanem másik autónkra, ugye. Mert én nem nagyon vezettem másik autót ezen kívül, Scania-n kívül jobban mondva, csak Volvo a legelején. Mert aki esetleg nem nézte a első videóimat, nekem nem régóta a jogosítványom kamionra, hát több mint 2 éve, 2,5. Személyautóra meg 4, vagy kicsivel több mint 4. Mert én ahogy elkezdtem vezetni a B-vel, az előző cégnél, ott ugye egy sprinter. Ja, sprinterünk volt, és azt kezdtem vezetni, és nekem ott nagyon megtetszett ez, hogy nagyobb az autó, mint egy személyautó, pedig akkor még nagyon személyautót sem tudtam vezetni. És nekem ahogy letelt a 2 év, mert 2 év után lehet letenni a CL-t, én azonnal bele is vágtam ebbe a CL-be, ez engem annyira érdekelt. És itt, ahogy működik, ugye itt autodidakta módon megtanultam, beiratkoztam az elméleti vizsgára, ami itt is igazából számítógépes teszt, mint otthon, szerintem. De ha bár otthon, nem tudom. És én otthon ugye nem is sokat vezettem ez miatt, mert ugye én ahogy letettem a B-t, azt én egyből ki is hoztam ide, mert azt otthon tettem le. Amit azóta már biztos, hogy nem így csinálnék, tehát nem otthon csinálnám meg. Mert a kettőt összevetve árba ugyanott van, sőt a B-jé szerintem többet fizettem, mint itt kint fizettem volna, valaha is. És ahogy én itt letettem a C-et, az mondjuk össze nem hasonlítható, de hozzáteszem, szerintem nekem adta a lehető legrosszabb oktatóm is volt otthon a B-re. A C-et itt 2-3 hét különbséggel le is tettem egy hét alatt mind a kettőt. Megcsináltam az elméletet persze, meg hát a sallangot, kártyáimat, mindent elintéztem, és én a 3 hét különbséggel letettem a CL-t. És az nekem úgy kezdődött, hogy hétfőn elkezdtem vezetni, napi
napi 2 órát vezettem, és pénteken vizsgáztam. Mind a kettővel, a C-ből is, meg a CE-ből is. És mind a kettővel elsőre át is mentem. A C-nél azt hiszem 4 megjegyzést írt be a vizsgabiztos, a CE-nél meg 3-at. És emlékszem már pontosan a CE-nél, vagy a C-nél volt az, hogy körforgalomba bementem egy Priusos taxis elé. Azt senki nem szereti egyébként a Priusos taxisokat valami oknál fogva, de itt is az volt a baj egyébként, hogy nem ügynek szeret. Akkor még azért nem láttam annyira, hogy mégis mit akar a másik járművezető a körforgalomba. És nagyon úgy nézik, hogy ki akar menni, de távol volt, tehát nem voltam veszélyhelyzetben. Csak ahogy belementem a körforgalomba, akkor látszódott, hogy ő mondjuk megint kanyarodik. És én meg is jegyeztem, mert láttam, hogy az oktató elkezd valamit írni a mappába. Mondom, biztos most buktam meg. De ugye utána ezt kitárgyaltuk, hogy mondjuk ott index nélkül körbe jött a gyökér a körforgalmon. És ezt csak hibának írta be. De onnantól kezdve egyébként én alig vártam, hogy elkezdjek vezetni, de nagyon-nagyon féltem ettől, hogy váltsak. Nem mertem. Nagyon-nagyon féltem ott hagyni egy biztos munkáját, amit már bejárattam, minden ott ismertem, mert nem sok mindenkit. 5,5-6 évet voltam ott szinte majdnem annál a cégnél. Még az eleje nem volt egyszerű ennek se, első pár hét. De igazából ez nekem nem azért volt nehéz a legesleg eleje, mert a Tobartnál kezdtem. De nem inkább azért, mert nem tudtam a dolgot a legelején. Nem tudtam merre, hogy. Nem tudtam kezelni igazából a navigációt, tök mindegy milyen navigációm lett volna. Nem tudtam kezelni, nem tudtam a címeket kikeresni. Onnan is, amit hoztam, tapasztalatot, vagy amit esetleg segítettek, ismerősök, barátok, az pontosan az, hogy hogyan keressék egy címet például navigáción, vagy hogyan keressél rá Google Mappen, hogy az biztos, hogy ott legyen, ahova te menni akarsz, mert mondjuk nem mindig oda szól a poszkód, ahova szeretné menni. Ennyi egyébként erről, de azóta is egyébként kedvelem ezt a szakmát szeretni. Vannak hátulütőjei, hátrányosságai, rossz oldalai, mint minden más munkának. De a legtöbb dolgot lehet ebben szeretni. Úgy gondolom, ebben megtaláltam azt, amit én keresek egy munkáján. Sőt, főleg itt, ahol most dolgozok a Jenkinsonnál. Egyébként ide is értem ehhez a céghez. Ami úgy látom, hogy jön ez valami más. Tehát igazából ennyi mondjuk egy pénzekre, de egyébként elég korán kezdtem, nem szoktam ilyen korán kezdeni, csak hétfőn nagyon korán kezdtem. És ahogy így maradt, tehetem, hogy úgy később értem vissza, hogy hamarabb álltam meg, és hamarabb tudtam indulni, hogy mindig később voltam, mondjuk valamennyit.
nézzük, most elakadok-e. Hát nem. Nem egyszerű innen följönni. Kolléga az előbb kijött előttem. Ajjajjaj, azért kicsit kapirgál. Láttam, hogy a lökhárító bele volt, beleért a vízbe kajakra, hogy jön föl. Belemillen az egész hátsó lámpa. Jó, hogy kicsapkodja az égőt. Na, ide megállok. Szépen becsukom a tetőt. Fel is vettem a második fuvaromat. Remélem, hogy a mikrofonom most jó lesz, hogy azt hittem arra akart fordulni, hogy magamat akarod. A mikrofonom jó lesz, mert rájöttem, hogy közben délőtt nem működött a mikrofon. De meglátjuk, hogy ezt most publikáljuk-e vagy sem. És ennyi, egy kis éles kanyar, itt elmegyek ebbe az industriába, és megyek vissza ugyanazon a hosszú úton, mint amit a jó előbb láttatok idefelé Hyperlapse-ba. Idáig nagyon úgy néz ki, 3-11, hogy ez egy nagyon egyszerű, könnyű péntek lesz. Ezt a motyót, amit most felvettem, visszaviszem egy órára, vagy a Citybornba, redipingelem. Utána szerintem kapok még valami mást, lehet, hogy ugyanezt. Tehát így akkor nem lesz vészes ez a péntek. Akár még az is lehet, hogy tök időben megállok. De lehet, hogy egy tök rövidet kapok valamit ott, de az is lehet, hogy egy távolabbit, mert ugye holnap akarok dolgozni, és valószínű, úgy gondolom most legalábbis, hogy felvetett egy távolabbi melót, és azt holnap rakom le. Na, majd meglátjuk. De ez egyébként megint ugyanolyan 2,5 óra unalmas út visszafelé. Ezzel nem is terhellek benneteket, ha nincs mondani valóm. Később jelentkezem. Én most ennél a pihenőnél megállok tankolni. Kicsőjön meg szoktam állni, ezt ismerem, itt nem kell bevinni a kártyát. Lecsekkolhatni. Ez egy bípik út van itt. Itt szépen megtankolok, bemegyek a kártyával, kifizetem. Ennyi. És még ez mindig a péntekem. Meg egyébként nem is lenne
nagyon-nagyon életbevágó tankolni. Nem, most nagyjából 50%-on vagyok, de nem tudom, hogy merre megyek később. És ezt általában így egyszerűnek szoktam. Egy egyszerűbbnek szoktam tartani. Hogy itt tankolok. Ez egy elég furfangos pihenő egyébként, mert itt a kamionos parkoló részen kegyetlen nehéz beállni. Itt van a benzinkút mögött egy ilyen recovery cég. Azt gondolom menteget innen a 25-ös autókat ki. Mert egy jó párat lehet itt látni így összetörve. Gondolom nem jönnek érte, vagy nem tudom mi miatt van némelyik még itt. Na ez egy jó, ezt még nem is láttam, ezt a kéket. Ezt nem is tudom megállapítani, milyen autó. Azzal szerintem felborultak. Az egy Vauxhall. Azzal felborultak, meg ezzel is. Nem ezzel, csak a farát csapták szélja. Na, nem mehetek is oda. Akkor nem írom még fel. Én megyem a balos kútkát. Felírom a kilométert. Erre úgy minden mérföldben használok, mielőtt, vagyis mikor elkezdtem itt vezetgélni, navigálni, akkor valahogy rászoktam a mérföldre, mert ők még mindig azt használják, nem is nagyon ismerik a kilométert. Habár ugye a tahográf is kilométerbe mér, meg egyébként kilométerbe kell leadni a munkát is, mikor hétvégén leadom a munkát, ezt felírom, hogy mennyit mentem, hol, mikor álltam, meg azt mind kilométerbe kell. Ezért az autó nekem a kilométert, tehát a távolságot, az kilométerbe méri, a sebességemet meg mérföldbe. Meg a szaknom is mérföldbe van állítva. Na mindjárt jövök. És már itt is vagyok. Mehetünk is. Még van 50 perc, egy óra. Ismét itt vagyok már az M26-on. Mindjárt M20 és onnan a 249 befelé Sittingbourne felé. Most talán van rá egy kis esély, hogy unokatesómmal tudok találkozni, mert az írből jött ide kettő darab Unity, kettő azt hiszem Volvo talán, és Maystone-ba veszi fel, hogyha minden igaz. És már a jó előbb, mikor én még lent voltam Ferenbe, akkor mondta, hogy lerakja a motyót, ami a trailerem volt, valami betoncsöveket, és jön fölfelé Maystone-ba, és veszi fel a két Unityt. Hogy nem tudom, hogy hol jár, majd meglátjuk, hogy lesz esélyünk találkozni. Azt nem tudom, sőt az valószínűleg nem lesz észrevehető a videón, de egyébként ott vettem ki a első 45-ös brékemet, ahol megraktak Farembe. És innentől kezdve meg tudom csinálni a két fovart, úgyhogy nem kell most pihenő, nem kellett úgy közben pihenő, úgymond. És egy órára ott vagyok. Egy órakor ready vagyok egy másik fuvarért menni. Ide is értem a céghez. Ez, amit reggel mondtam, hogy csak gyorsan, könnyedén bejutottam. Ez behívnak. Tök gyorsan, könnyen bejutottam. Most meg legalább szerintem 15-20-an vannak előttem az egész bevezető úton. Állunk sorba, úgyhogy most jön egy kis papírmunka és ebéd. Na, meg is raktak. Szépen. Nem is tudom, mennyire raktak föl. Hát 25-600-at rám rakott. Mennyi vagyok ezben? 40-600. Itt van egy zöld lámpa, vagyis van egy lámpa, hogy ki lehessen itt kanyarodni, mert nem lehetett az épületet elkanyarodni.
Turn left, A23, Holy Road. Innen most megyek egyébként másfél órát. Most van fél öt, 4:30. Olyan 6 órára vagyok ott. És ahogy ott vagyok, ott meg is állok, ott van fürdő. Lefürdök, és ott testét csapok. Már akkor meg is álltam, 3:46-kor. Hát reggel 4-től azért hosszú volt. Nem szoktam egyébként ilyen hosszú sépontom, hál' Istennek itt, ahova mennem kell. Csak mindig úgy igyekszem a legjobb tudásom szerint végezni a munkámat, ezért inkább hamar megyek, korán megyek, minél marad megcsináljam, le tudjam a munkáimat. Amit most felvettem, ezt majd holnap rakom le. Ez egy extra shift lesz holnapra. Momentum 670 kilométert, ami szintén nagyon sok, egyébként nem szoktam ilyen sokat menni, sokkal többet megyek inkább Londonba rövideket, vagy Londonba be és onnan ki, de azok is inkább rövidek. És be is sötétedett, és sötétbe is kezdtem, de hát most tényleg ilyen rövidek a nappalok. Köszönöm szépen figyelmeteket! Ha tetszett a videó, lájkoljátok, osszátok, iratkozzatok fel, igyekszem minél több kamionos videót csinálni, hogyha érdekel benneteket. Köszönöm. Sziasztok!